A legutóbbi 5 meccsén 11 pontot szerző Kisvárda kezdte jobban a mérkőzést a védekezésre berendezkedő vendégek ellen, a 20. percben Csillus lövését védte Szappanos, 7 perccel később Lukasz passzánál avatkozott közbe ismét bravúrosan a kapus. Az első félidő végén 11-eshez jutott a Zalaegerszeg, Iváncsics rossz ütemű kifutása után buktatta Városit, a megítélt büntetőt pedig Daru váltotta gólra. A második félidőben a hazaiak sorra vezették a támadásokat, és a 73. percben egyenlítettek is. Előtt szabadrugása után forgás kézzel ért a labdához, a játékvezető a 11-es pontra mutatott, erős pedig kilőtte a jobb felső sarkot. Sokáig nem örülhettek a várdai szurkolók, mivel 2 perccel később egy jobboldali szögletet követően Fodor már csak a gólvonal mögül tudta kivágni nagy fejesét. A folytatásban már nem született több gól, így pont nélkül maradt Sós Imre együttese. A csapat az első félidőben talán azt is tudom mondani, hogy a szezonban a legjobb játékát mutatta. A második félidő az már kiegyenlítette volt. Én inkább azt mondom, hogy két olyan óriási egyéni hiba döntötte el ezt a mérkőzést. Nekünk szerintem több helyzetünk, több lehetőségünk volt, mint az a Zalaegerszegnek, amelyet ezen a szinten nem lehet megengedni. Ugye mindig az idősebb edzőknek a mondásait azt azért úgy magamon is szoktam viselni. Egy dologban van egy kis hiba, az pedig az, hogy ugye az is egy örök futballszabály, védj egy jó kapust. A korábbi szövetségi kapitány Csank János szerint csapata célfutballal szerezte meg a 3 pontot. Nem a mi játékunkat játszottuk, kimondottan, kicsit célfutball volt, a Várda nagyon jó benyomást tett rám, mint egyébként is, tehát főleg az első 20-25 percig nagyon veszélyes volt, benne volt a meccslabda is, hiszen a kapusunk védett kétszer, hát inkább az egyik volt nagy védés, amikor 2001-ben kiszúrt, hogy mi következik, a többi, tehát az benne van a pakliba, de akkor azért tartottam attól, hogy a nyomás alatt megtörünk egy kicsikét. Nagyon jól jöttek, nagyon jól csináltak, sokat passzoltak, sokat volt náluk a labda, mit ér felünkön, a mi védőharmadunkba tudtak tartani egyszer-egyszer időnként percekig is minket, ami nem jellemző egyébként, de szerencsére ezt megúsztuk, és a másik fődőben már azért látszott, hogy mi se vagyunk akok. A forduló további eredményei: Vác-Ajka 2-1, Balmazújváros Soroksár 1-1, Sopron-Szeged 3-1, Dunaújváros-Sziget-Szent Miklós 0-0, Szolnok-Gyirmót 1-0, Siófok-Csákvár 3-1 és Mezőköves-Budaörs 0-2. A tabella élén a 27 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 25 pontos Budaörcsöt és a 23 pontos Zalaegerszeget. A 19 pontos Kisvárda a 6. helyen várja a folytatást.